Na sziasztok, fiúk, lányok, és én vagyok. Srácok, lányok, mielőtt belevágnánk a szelevis küldetésnek a részleteibe, előtte egy kis közérdekű információ következik. Nos, arról volna szó, hogy a Pokémon Go Budapest Raid csoport a gyermekétkeztetési alapítvánnyal együttműködve szeptember 1-én szombaton 18 órától tartós élelmiszer adománygyűjtést és lúrpartit tart a Városligeti 3-as stopnál. Gondolom, ezt mindannyian tudjátok, aki volt esetleg találkozón velem, ott lúroztunk is, hogyha jól emlékszem, nagyon perfekt kis lúrhely van ott, 18 óra után meg se fogtok sülni, szóval mindenki látogasson el, aki tud, és aki megteheti, az vigyen magával tartós élelmiszert, amit majd ugye a lúrparti végén átadnak a rendezők a gyermekétkeztetési alapítványnak. Ennyit szerettem volna, most akkor nézzük ezt a kis huncut celebit. Először is mutatom, hogy én hol tartok. Sehol mi. Ha! De. Már itt megvannak az első taskok, ezt fogalmas, mi volt itt? 5x power up pokét, ugye? Aztán harcolj 2x a gymben, és volt egy, hogy nyomass le egy raidet. Szerencsére pont hazaértem melóból, látom 4 perc múlva kell egy 3-as lét, fürdök közben, nézem, macsám volt. Sajnos felvenni nem tudtam, mert elmondom, biztos fel van töltve a kamera. Biztos, igaz, hogy már 2 hete így hordozom, egy aksiba. Kimegyek, felrakom és látom már villog a jobb felső sarokban. Ajjajjaj, de mondom, ez biztos kibírja. Hát nem bírta ki, szóval azt nem bírtam felvenni, de most akkor klémeljük a kis rewardunkat. 10 pokéból, fast EM, super incubator. Azért az nem rossz, haver, nem rossz. Ne, pütyögtessük, nem szeretem, mikor itt a prof ennyire löki a szöveget. No, itt a következő feladat. 3 új barátnak a beszerzése, gyerekek. Szóval most mindenki szépen megfogja a kis telefonját, előveszi a friend kódját és leírja ide a kommentbe. Lezúzás, ide mindenki a friend kódját. Oké, és akkor aki szeretne új barátokat, itt a komment szekcióban megtalálja. Én is ki fogok onnan válaszolni természetesen 3 emberkét. Oké? Csak hogy úgy értitek. 3 szerencsés. Úgy is tudom, hogy ki az, aki sűrűn kommentel. Rajta van a szemem mindig rajtatok van. Szóval szépen kommentbe akkor a friendkódokat. An evolved grass type Pokémon. Hoppá. Hát evolvolni kell egy olyan pokét, ami már evolvol van. Szóval Ivysaur-t Venusaur-ra, és a többi Gloom-ot, Vipluma, de a Gloom Candy-vel vigyázni az Oddish Candy-vel, mert az egy következő taskban is kell majd, szóval azzal inkább spórolni. Ivysaur-t Venusaur-ra, Bulbasaur-ra, Reventer, úgyis rengeteg candy-t sikerült összeszednetek. Szóval összejön az. Chikorita, ugye, hogyha van belőle mi az? Chikoritából Meganium lesz, de mi a köztes állapot? Istenem, hogy lehetek ilyen béna? Annyira híg az agyam, hogy ez hihetetlen. Mindjárt előkeressük, jó? De mire rákattulok, valószínűleg eszembe fog jutni. Johto Region. Mutasd magad. Chikorita. Bayleaf. Igen, Bayleaf. Persze, hogy Bayleaf. Jó van. Gratulálok, fiam. Na, de itt tartottunk, hogy szóval, hogy Bayleafet is tudtok evolvolni, Bayleafet Meganiummal, és akkor az úgy teljesen perfekt. Catch a Pokémon 3 days in a row. Hát, annyi a dolgot, hogy belogolsz, elkapsz egy pokét. Aznap már nem kell. Másnap is belogolsz, elkapsz, harmadnap is belogolsz, elkapsz egy pokét. Ennyire egyszerű a történet. No de akkor itt a többi, hogy mik is lesznek. Ugye az elsőt azt most megcsináltuk szépen. A második ugye az itt látható, itt vannak a rewardok is, de azt láttátok. Hé, kapok egy premium rate pass-t is kapunk. Hoppá, de ide van készítve a pia. Ledadogósodok itt, közben iszunk egyet. Itt a következő. Ja igen, mondtam ugye, hogy a Gloom Oddish Candy-vel azzal spóroljatok. Mert hogy itt van, hogy a 3x8-nál use a sunstone to evolve gloom or sunker. Rendesek, mert a 2-es lépcsőnél adtak egy sunstone-t, ez teljesen rendi dolog tőlük, de azt kellett volna, ne adjanak. És szenvedj, és pörgesd, és legyen neked.
mert azért azzal ugye tartalékolni kell. Egy darab, két darab mindig legyen a táskába. Nos, akkor use a Sunstone to evoke Gloom or Sunken. Szóval, igen. Sunflowerát kell evolvolni, aki Sunkerből, vagy a Gloomból kell Belosszom, Bella, 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 azt cuki az a boké, nagyon szeretem. Nos! Ezután a level 25-ösnek is kell lenned haver, hogy tovább lépes. Tehát azért az már sokan meg vagyunk, azt hiszem level 25-ösök. Még az újak is rengetegen kezdték el nyáron a játékot, azt tudom. Pont nekem is olyan ismerősöm, aki... két hete kezdte el talán, és már level 25 biztos van. És Hatch 9 Eggs, júj, hát ez úgy kicsit cumisabb, akinek hirtelen most nincsen pár szuper inkúja, vagy esetleg sima inkúja, mert azzal az egyetlen egy darab állandó inkubátorral azt kitötyögni, gyerekek, az úgy cumicecil elég rendesen, de hát nyomni kell, nincs mese, hatcheljétek az egeket, és kitartás annak, akinek nincsen szuper inkúja, fú, az úgy kemény lesz. Ja, és akkor mit is kapsz? Kapsz itt Reward, Premium Raid Pass, EV Pokémon Encounter, hoppá, és egy King Rockot is. Nézzük, hogy mi a négyes lépcső. Evolve Eevee into Espeon during the day. Ugye azt már mindannyian tudjuk, hogy hogy működik a dolog, de ismételten elmondom. Eevee-vel szépen sétálsz 10 km-t, bent hagyod bodyban, és nappal evolvolod, és így Espeon lesz belőle. Ennyi. Walk. Aha, 10 km-t kell sétálni az Eevee-vel bodyként, és hogy kapják Andy-t. Szóval talán régi Eevee, tehát felé most itt sétáltatom az Eevee-t. Az be fogja számolni vajon, hogy érted, hogy én azzal már lesétáltam lassan már megint 10 km-t. Az nem tudom, vagy beszámolja, vagy nem. Hát ha nem, akkor cumi futás irány 10 km-t lepengetni vele, és... utána nappal evolvolni. Ezt nem tudom, hogy be fogja számolni. Majd a jövő zenéje. Ugye kicsit lelassították itt a folyamatot, ez majd csak olyan 4 nap múlva derül ki, hogy beszámolja, mert ugye 3 napig nem tudsz tovább lépni, mert minden 3 fel kell kapnod egy-egy pokét, ugye, ami a 2-es lépcsőnél van. Na, és utána 20 giftet kell elküldened a barátaidnak. Hát okés, ez úgy nem olyan rossz. Hát majd be kell ugranom óvára, azt hiszem, mert... hát igaz, mert itt is össze tudom csavarogni azt a 20 giftet, majd kiderül. No, de akkor nézzük tovább. Ismételten, hogy sétálni kell egy Eevee-vel 10 km-t, úgyhogy buddy legyen, és Candy-t kell vele, aha. És ezzel a 10 km-t sétáltatott Eevee-vel éjszaka kell egy evolve-ot nyomatni, úgyhogy a buddy-ban van, és éjszaka ugye Umbreon-t fogsz belőle kapni. Ennyi az egész, és utána az 58-an itt, hogy trédelj még egy Pokémont. Hát ezt megoldod, valami haverral összeülsz, vagy hogy esetleg van két karaktered, akkor nyomadsz egy szolid trédet. És ennyi, léphetünk is a 6-os lépcsőre. Nézzük mi jön itt. Visit Pokéstops 7 days in a row. Kicsit elnyújtják a gyerekek, ez nem úgy lesz, mint a Mew, hogy egy nap alatt ledurrantod, érted? Először a 2-es lépcsőnél 3 nap nyújtás, hogy ne tudj tovább haladni. És most ez van, mintha egy ilyen 7 day streak lenne, minden nap pörgetned kell legalább egy pokéstoppot 7 napon át. Azért ez easy, gyerekek, hát azért mégiscsak toljuk mi ezt a játékot, nem? Ez simán meg lesz. Figyelni kell rá, hogy minden nap legyen kipörgetve az a pokéstopp, mert akkor rezetelődik ugye a számláló, és az meg ismételten cumi eléggé. Nos, use 25 pineapple berry. Vagy catching Pokémon. Szóval szépen use-olsz, pineapple-tatod a pokékat, miközben kapod el, és akkor ennyi, az egész 25 pineapple-ot eldurrant, azt mi... ja. Az nem éppen jelent 25 pokét, mert lehet használod a pineapple-t, kiugrik a poké, megint pineapple-od, fel nem tudja, hogy számolja majd, ez majd kiderül. Use items to evolve Pokémon 2 times. Hoppá, 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 hoppá. Az azért az nem rossz, de már itt kaptunk az előző küldetésnél King's Rockot. Szóval van is egy itemed, és akkor itt egy kis helpful note, hogy segítsen. Pokémon that evolve using an item are... igen, és akkor itt vagy, melyik azok a Pokémonok, amelyekhez item szükséges, ilyen, hogy King's Rock, Sunstone, stb. Gloomhoz ugye kell a Sunstone, és Sunkerhez is kell Sunstone.
Slowpokehoz kell és Polyverhoz kell a King's Rock, Onyxhoz és Scytherhez kell a... mi az a... Metalkót, igen. Seedrahoz kell a Dragon Skill, és Porygonhoz kell az Upgrade. Nos, Evolution Items are gained... Ja, igen. Itt megvan ugye a hetedik napi pörgetésnél, tutira, hogy kapni fogsz. Ah, ja, megvan ez oldva okosan. Szóval kapunk az előző küldetésbe King's Rockot, az ott már lesz, az úgy már fasza vagy. És, mivel ugye 7 napon át minden nap pörgetned kell pokéstopot, a hetedik napi streaknél úgy is kapsz egy itemet, ennél fogva lesz két itemed, amivel, hogyha van elég kendir, akkor tudsz ivóvolni pokét. Jól összerakták, pengedik a küldetés, gyerekek, panasz nincs. Panasz nincs. Ja, itt a rewardot nézik már meg, banyek. Itt a 6/8-nál Silver Pineapple Berries. Új item, gyerekek, becsúszott ide nekünk. Az nem rossz, nem rossz. Kíváncsi leszek, hogy mit tud. Nincs itt valami rossz, hogy mit tudhat. Nincs. Majd kiderül, most így hirtelen nem vágom, hogy mit fog tudni az a Silver Pineapple Berry. Hamarosan kiderül. Nos! Ripünt, hetedik. Catch Grass or Psychic Type Pokémon. Earn Gold Johto Medal. Hát Johtóból goldnak kell lenni itt a 8. és a 7. lépésnél. De ez a Catch Grass or Psychic Type Pokémon. Nincsen szám még megadva, gondolom. Aha, oda van jön egy szám, hogy vajon mennyit kell, ezt még nem bírták kiolvasni a kódokból. Uh-huh. És akkor itt már nem tudták a kódokból kiolvasni, hogy mi a helyzet. Hát 8/8-nál gondolom én, hogy kapunk egy szelebit és el kell kapni. Gondolom én, hát ennyire egyszerű lesz ott az utolsó. Nem tudom, bevallom őszintén, nem néztem egy chicagói helyszínt se, hogy stiltelődik a Celebi, vagy nehéz elkapni. Trainer Tipsnek biztos van a videó, hogy csekkoljátok le, fogalmas sincs, hogy Celebit hogy kell majd elkapni, de gondolom az is ilyen háromszor kiugrás, és akkor majd harmadjára meg lesz, hogy valami ilyesmi dolog lehet a kicsike. Na jól van! Gyerekek, ezt átbeszéltük? Átbeszéltük akkor ügyesen, okosan, ugye? Megyek, azt elkapok egy pokét. Nehogy itt lecsúszak, tudjátok. Meg még free friends. Tréner kódok a kommentbe. Aztán 3 szerencsést felveszek. Ezzel is, 3 emberkét a kis talóval is. Szóval összesen 9 különböző emberkét fogok felvenni, jó? Az úgy cuki lesz. Jó van, srácok, lányok, akkor azt hiszem, hogy ennyi már a videó. Az előzőre visszatérve, ugye amit mondtam, ez a jótékonysági kis összeröffenés ott a Városligetben, még nem tudom, hogy el tudok-e menni. Ez még a jövő zenéje, most hiába kérdezni a főnököt is, hogy szabad leszek-e vagy nem, úgyis azt mondaná, menj a fenébe, mert honnan tudjam, hogy 2 hét múlva mi lesz. Hogyha lesz rá mód és lehetőség, akkor elmegyek oda. Ezt a következő videóban úgy is látni fogjátok, hogyha van róla valami információm, vagy Facebookon is mindenképp fogok róla posztolni, mert azért illene egy pesti összeröffenést nyomni így a suli szezon előtt, szépen oda összegyűlni, és akkor kellemest a hasznossal. Ugye? Így. Petránk is így írt a kellemest a hasznossal. Ott egy kis időtöltés, lúrozgatunk, szedjük a dustot, hozzuk, beszünk szépen pár kis tartós élelmiszert, adományozunk. Azért ez jó dolog, én azt hiszem. Jó! Na, srácok, lányok, akkor Celebire fel, trénerkódokra fel, aztán várjátok az invitációt, hamarosan küldöm. Na, pacsi mindenkinek, srácok, lányok, ha tetszett a videó, akkor csapasd a lájkot, iratkozz fel, és akkor hamarosan találkozunk, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!